Alapos átvizsgálással kezdték meg új életüket a munkácsi képek a József András Múzeumban. 20 festmény érkezett, ez pedig nem csak a múzeumnak, a városnak, sőt az egész megyének sokat jelent. Korábban ugyanis még soha nem volt ennyi munkácsi kép a megyében. A gyűjteménybe érkeztek olyan darabok is, amelyeknek értéke jóval meghaladja az 1 millió forintot. Ezeknek eszmei értékük van, tehát ezeket így nem tudjuk megmondani, sőt, ha megkérdezi, melyik a legértékesebb, azt sem fogom tudni elárulni, vagy melyik a kevésbé értékes, tehát munkásságát kell itt nekünk értékelni, ami ugye felbecsülhetetlen, és tulajdonképpen nemzeti érték, hungarikum. A most érkezett 20 festménnyel együtt már 50 munkácsi kép látható a József András Múzeumban. Az első 30. június 13-án érkezett meg, és a gyűjteményre már akkor nagy érdeklődés mutatkozott. Hál' Istennek sokan megnézték, közel 5000 ember látta már a kiállítást, de ugye mi sokkal több, nagyobb számban gondolkodunk. Van még idő bőven, ugye, mert ahogy említettem, október 14-ig lehet látni. Szerintem nagyon sokan arra számítanak, hogy együtt szeretnék megnézni a képeket, és nem kétszer visszajönni. Nem csak a múzeum várja különleges kiállítással az érdeklődőket, hanem a Kállai gyűjtemény is. Repülünk a mesék kocsiján címmel nyílik hamarosan az Ilosvai Gusztáv emlékkiállítás. Tudni kell erről a családról, hogy Lányágon került kapcsolatba a Kállai családdal. Rengeteg tárgyi emlék van a gyűjteményben. Tulajdonképpen 1934-ben készült el a Meseautó című film, melynek a Meseautóban című keringőjét tulajdonképpen Ilosvai Gusztáv maga személyesen énekli. Ennek apropóján, illetve a szabadtéri színpadon 18-án, 19-én bemutatása kerül Meseautó című darab apropóján jött az ötlet, hogy mi egy emlékkiállítást szervezzünk a múzeumban, a Kállai gyűjteménybe. A tárlat gyermekközpontú lesz, hiszen Ilosvai számos mesefilmnek, többek között a Telhetetlen méhecskének szerezte a főcímzenéjét. A kiállítás augusztus 17-én pénteken 14 órakor nyílik Szentevaj közreműködésével, és két hónapon keresztül lesz megtekinthető a Kállai gyűjteményben.